Ó, hát számomra kétszeresen megtiszteltető érzés az, hogy az első 50 között ott tegyek. Először azért, mert emlékszem még arra, amikor édesapám egy recsegő ropogó rádió felé hajolva hallgatta a Szepesi György közvetítéseit, és akkor mászott a fülembe Puskás, meg Kocsis, meg Grosics, meg az egyéb hatalmas nagy nevek. Számomra ezek mind szimbólumok, hősök voltak, de aztán később jött a következő generáció, Alberték, Mészőjék, és soha nem gondoltam volna, hogy én valaha ezek közé fogok kerülni.